Na sziasztok! Így, hogy az elmúlt időben egészen sok olimpiai sporttal találkoztam, megtetszett az egész, és rájöttem, hogy ki akarok jutni a 2021-es Tokiói olimpiára. Választottam is egy sportot magamnak, ami a tollas labda lesz, mert ezt random már csináltam, és úgy tűnik, hogy viszonylag könnyen meg tudnám tanulni, úgyhogy van még esélyünk arra, hogy a 2021-es Tokiói olimpiára kvótát szerezzünk. Találkozom is két profival, most a Hodos Tamás tollas labda csarnokban, és megpróbálunk kijutni az olimpiára. És itt is vagyok Magyarország első számú tollas játékosaival, Sárosi Laura és Krausz Gergő, akik esélyesek a Tokiói olimpiára, vagyis lehet, hogy azok voltak, amíg nem kerültem a képbe én, de ti miért választottatok a tollast? Láttatok ti is, hogy ebbe könnyű lenne kijutni az olimpiára? Hát annyira nem könnyű. Én voltam egy Rio olimpián, még szerencsére pont nem a női egyéniben indulsz, úgyhogy talán az én versenyszámot nem befolyásolod, de a Gergőit lehet. Igen, most egy kicsit elkezdtem izgulni. Volt is miért, bár azt állították, hogy nem könnyű kijutni az olimpiára, nem tudtak megijeszteni. Ez mégiscsak egy tollas, nem lehet olyan nehéz. Miután elmagyaráztak az alapokat, Gergő be is dobott egy komoly tétet. És a végén, hogyha megvesz és esetleg kijutok, akkor tiéd a kvóta. Gyorsan el is kezdtünk ütögetni. A magyar tuti legalább. Nagyon megy. Gergőnek is az élével. Eleinte még úgy tűnt, hogy van tehetségem, de aztán kezdtek gyűlni a fekete felhők. Ez a felső. Már is? Na jó, most féljetek, mert bedúlt bulak. Micsoda? Semmi, az kint. Ojoj. Lábbunka. Hoppá. De amikor már kezdtem elveszíteni a reményemet, kiderült, hogy lehet ellenük pontot szerezni. Minden vissza, mert gyere! Ez az. Hamar lefárasztottak, ezért, hogy nyerjek egy kis pihenőidőt, beszélgetni kezdtem velük. Mostani olimpiára mik az esélyek? Jelenleg mind a ketten kvalifikációs helyen vagyunk, viszonylag biztos helyen, azt gondolom. De még nem ért véget a kvalifikációt, még van esélyed. Még van esélyed. Még van esélyed. Ha most két elkezdesz, hónap van vissza a kvalifikációba körülbelül. Igen, egy pár verseny. Hogyha az összes elmaradt versenyt megnyered, szerintem akkor megelőzöm. Az jó, hogyha tényleg senki nem jön a versenyre. Igen, akkor van esélyed. Elég gyorsan megunták az időhúzásomat, és magasabb fokozatba akartak kapcsolni. Egy kicsit megmozgatunk téged, Ahogy elkezdték élvezni a játékot, egyre reménytelenebb lett a helyzetem. Végül dobtak egy csontot, hogy úgy érezhessem magam, mint egy profi. Próbáld meg felvenni, mint a profik. Amúgy igen, az jó. Jó feladat. Ide teszed az ütődet, és így alákanalazol. Hopp. Hoppá, kicsit lassabban. De még ez sem bizonyult könnyűnek. Na, ha? Ez már jobb volt. Végül csak összejött. Na, siker. Ja. Igen, elsőre. Lehet Laurával kéne mennem vegyes páros, mert így egész esélyesnek érzem magam. Ez tényleg egy nagyon jó sport, tökre élvezem. Nyilván úgy jöttem ide, hogy kicsit alábecsültem az egészet, magamat megfedül. Hamar kiderült, hogy azért ők pontosan oda tudják ütni a labdát, és úgy játszanak velem, hogy én csak ide-oda szaladgálok, ők meg helyezgetik, ritmust váltanak, sebességet, irányt, és hát így hamar ki tudnak játszani nyilván. Hoztam nektek pár ilyen kis kihívást, megnézzük, hogy mennyire tudok pontosan ütni, jó? Jó, jó, nézzük meg. Jó. Gerinek könnyen ment, úgyhogy gondoltam, kipróbálom én is. Jó! Már értem, hogy miért nem találtam tollas trikshotos videót, mert nagyon nehéz. Aztán jött Laura, és nyilván rám cáfolt. Ennyi. Jön a következő kis kihívás, három pohár egymáson, és a középsőt kell kiütni. Milyen aranyosan tartja azt a kis mödröt. Hoztam labdát. Egyből kiütöttem a középsőt. Hát ez lett a sorsom. Labdaszedőnek még jó vagyok. Bocs, ez fáj. Még több sérülésem lesz, mint a judónál. Oh. Jó! Megy ez?
Na most a következő, én jövök, megmutatom a srácoknak, hogy hogy kell egy igazi kamutrisatot csinálni. Jó! Kettő. Ó, oh, ez az. És a harmadik. Már még időnk délik. Jó! Nem volt? Ne! Ez jó, ez jó, ez jó! Szépek voltak ezek a trikshotok. De engem tökre érdekelne, hogy amúgy milyen volt neked így az első olimpiás élményed. Csak hogy tudjam, hogy én mire számítottam a Tokióban majd. Az első olimpia az mindig egy kicsit ilyen megosztó lehet. Hát, hogy nem tudod annyira mondjuk nem azt élvezni, hanem egy kicsit még van minden új, hogy bemész egy olimpiai faluba, és ott van 10 000 sportoló, és akkor szembe jön veled mondjuk egy Usain Bolt a faluban. Tehát azért ez nem megszokott. Ja, és igen, tehát, hogy vagy Nadal például ott reggelizik melletted, tehát ez nem megszokott, és akkor te azt érzed, hogy úristen, én mit keresek itt? Tehát így néha megkérdőjelezed, és azt mondják, hogy a második olimpia az sokkal jobb szokott lenni. És mennyire jutott közbe idő így elszórakozgatni meg ilyen? Nekem a legnagyobb élmény az a nyitó ünnepé volt, amikor így besétálsz. Nekünk ott a Maracana stadionban volt, és akkor így a magyar olimpiai csapattal besétálsz a magyar zászló alatt, és az... Tehát az hihetetlen élmény akkor volt. Akkor mégiscsak azért az első, az igazi. Hát annál szempontból igen, tehát azért az egy, de szerintem az a másodikra is olyan igazi lesz. Hát reméljük. Nekem az első lesz, reméljük, de most meccsezzünk egyet. Jó. Mögöttem már melegítenek Geriék, én is készülgetek a nagy meccsre. Azért ez így elég félelmetes, tehát olyan gyorsan közlekedik az a labda a levegőben. Meglátjuk, mi lesz ebben. Szóval legyen valami tétje is a mérkőzésnek. Na mi a deal? Az lesz a játék, hogy ugye 10 pontig megy, és ha sikerül kijönni 3 pontból, ha 3 már több pontot üt, meglátjuk, akkor te üthetsz meg minket. Van egy ilyen büntetés nálunk, hogy be kell állni a tévonára, és a másik labdával izomban megüthetjük. Nem, mintha el tudnálak találni, de igen, próbáljuk igen, meg. Igen, megüthetjük a másiknak a hátát, hátsóját, meglátjuk a végén, jó? Ha viszont kijössz belőle, akkor te üthetsz meg minket, ha pedig 3 maradt lesz, akkor mi téged. Laura téged. Van tét, én szerválok, mehet a meccs. Hajrá! Ez szép! Na jó, ezt meg kell szereznem, ezt a pontot. Na, persze. Üzd le! Nem tudom. Strandon nem ilyen ellenfelek voltak az helyzet. Hova üssem, hogy ne add vissza? Gyere! Az, menjél! Amúgy jó! Ez jó! Mennyit fejlődtél reggel 8 óta? Villám vagyok? Nem. Kösz! Jó volt veletek játszani. Élveztem. Jó van. Akkor kiüsz kit? Elfáradtál? Elfáradni, dehogy. Össze-vissza szaladgáltam 15 percig. Nagyon kemények vagytok. Ha mondjuk nem lettetek volna jó fejek, akkor milyen lett volna? Hát megmutassam. Szervál egyet. Ja, na. Körülbelül idezett valaki végül. Na, Laura leosztja nekem méltó büntetésemet, remélem kegyes lesz hozzám. Kösz. Most, hogy hadi rokkant lettem, még egy utolsó kis kihívást hoztam a srácoknak, egy dino tojást, mindjárt elő is húzom. Ez amúgy, ez csípni fogad. Mit gondolsz? Egy ilyen dino tojást szét tudsz ütni? Hát meglátjuk. Hányan vagy egy ilyen tollaslabda? Majdnem. De rekord az 493. Én ilyen 100-at tippeltem volna. Kilométer per óra. De gyorsabb, mint egy sportkocsi. Jó. Na, most már kövire benne van. Szegény labda. Tördel. Ó, és megvan!
benne maradt a dínó tojásnak annyi, és meg is van az uzsonnánk. Nézd be, mi van benne. Nagyon finom. Jó kis sárga dínje. Na, azt képzeljétek, hogy ha egy ilyet kap a combom, akkor mit élhettem volna át. Úgyhogy köszönöm, hogy kényes voltál. Nagyon szépen köszönöm, hogy veletek egyszertem és tanítottatok kicsit. Bár esélytelen vagyok, de azért... Azért már próbáltad. Igen, a lényeg az. És most de még sportot keresel, vagy igen, még ki fogok próbálni pár sportot, nem vesztettem el a reményemet abban, hogy kijussak az olimpiára. Úgyhogy találkozunk veletek a következő videóban, ahol megint egy újabb érdekességgel jövünk. Olimpikonok, akiket még nem ismertek, és majd minél többet megtudhatok róluk, úgyhogy iratkozzatok fel a csatornára, ha érdekel titeket. Magyarok, mi vagyunk. Sziasztok!